A Kapos Szekcsői Evangélikus Templomban rendezett emlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, Havasi János szívügyének tekintette a hazai nemzetiségek sorsát, a határon túli magyarok felkarolását. Havasi János kiállt a magyarságért, az igaz szóért, a nemzetért, ami egyszerre jelenti valamennyiünk jelenét és jövőjét. A templomban Horváth Kálmán Tolna vármegye főispánja is méltó beszéddel készült. Tolna vármegye, de elsősorban Kapos-Szekcső életében ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a mai délelőtti megemlékezés. Dr. Havasi Jánosról emlékeztünk meg a templomban, illetve szoboravatásra és térelnevezésre került sor, és ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége van, hiszen dr. Havasi János magyarországi mércével mérve is az egyik legjelentősebb újságíró, író, akiről én azt gondolom, hogy halála után illő volt ez a megemlékezés. És ez azért is nagyon érdekes, mert az ötletgazdák és a mecénások halálát követően nagyon gyorsan előálltak ezzel az ötlettel. Nyilván ez is megerősíti azt, hogy Havasi János Magyarország szempontjából és a mi vidékünk, a mi kis hazánk életében egy nagyon fontos személyiség. Havasi János a 2013-ban megjelent irodalmi művét édesanyja elmesélése, levelei és saját helyszíni kutatásai alapján írt. Mindenképpen fontos lenne ezt tudatosítani nem csak az itt élőkben, hanem egész Magyarországon, hogy ő egy olyan hagyatékot hagyott maga után. Ezt én el akartam mondani, csak aztán mégsem mondtam el a beszédemben. Én javasolnám azt, hogy ezt az ő művét, a Lánykák az idő eljárt, illetve a belőle készült nagy hatású Örök tél című filmet középiskolában mindenképpen tanítani kellene, hiszen ez egy olyan alkotás, ami pillanatnyilag, vagy ehhez fogható elég kevés van, és tulajdonképpen a magyarországi németeknek a 44-45-ben történt meghurcoltatásáról szól. Mindenképpen meg kell ezekről az emberekről emlékezni. Másrészt azért, hogy a közelmúltnak a történelmét megismerjük, ez a két mű ehhez elengedhetetlen. Varga Gábor dombovári szobrászművész alkotását a település főterén helyezték el, amelyet az újságíró után dr. Havasi János térnek neveztek el, ahol táblát is avattak a falu szülöttének emlékére. Havasi Dezső elmondta nekünk, hogy mit érez ikertestvéréről készült szobor avatását követően. Ha szoborra nézek, akkor ugye elvileg magamat látnám Jánosban is, és egy nagyon megnyugvással, nagyon nagy örömmel, és nagy hálával annak a közösség irányában, aki ezt a szobrot állította, és testvéremről teret nevezett el, azoknak a nagy lelkű szponzoroknak, mecénásnak segítségével, és ilyen neves szobrászművész alkotásával, mint Varga Gábor. Úgyhogy szép nap az életemben. Annak ellenére, hogy maga az esemény a nagyon friss, hiszen 4 hónapja történt, és az Iker testvér elhunyta, az magában is egy feldolgozhatatlan tragédia. Hatalmas megtiszteltetés ért bennünket, nem is rég, pár héttel ezelőtt, amikor Parag Gyula és dr. Beréti Zsolt megkerestek bennünket, hogy szeretnének elindítani egy olyan mozgalmat, hogy legyen itt egy Havasi János szobor a településen, mert ők rendkívül tiszteletben tartják munkásságát, és tudták, hogy Kapos-Szekcső díszpolgára volt. Meglepő volt számunkra is az egész, hogy egyrészt szégyeltük magunkat, hogy ez nem nekünk jutott eszünkbe, de nyilván nekünk anyagi forrás gyanánt erre lehetőségünk sem lett volna. És megtisztelőnek éreztük, és a családdal nyilván egyeztetve létrejöhetett ez a szobor, aminek most az átadóján állunk. Egyrészt meglepő volt, hogy ennyi idő alatt elkészült, és ezt létre lehetett hozni, és most itt áll. Páran kérdezték, hogy miért ennyire gyorsan a halála után. Most már azt mondom, ahogy a család is mondja, hogy ez egy megnyugvás most már nekik, hogy itt van. Nekünk pedig egy
örök emlék, és nem csak emlék, hanem az, hogy János ezentúl is velünk él, köztünk él. És ez a fiataljainknak nagyon fontos, illetve nekünk azért, hogy láthatják a kaposszekcsői fiatalok és a környékbeli fiatalok, hogy lehet Kaposszekcsőről kiindulva egy magas beosztást elérni, lehet külföldre elmenni, lehet nagy embernek lenni, és mégis lehet lokálpatriótának maradni. És nekünk ez nagy kincs, ahogy János is az volt, és hálásan köszönjük ezt ugye Zsoltnak, Gyuszinak és mindenkinek, aki mellé állt a kezdeményezéshez. Az ötletgazda nem én vagyok, de szívesen csatlakoztam hozzá. Az ötletgazda az Parag Gyula barátom és egyébként üzlettársam, és ő vetette fel, hogy Kaposszekcsőn, mint egy szűkebb lakóhelyünkön, vagy az ő szűkebb lakóhelyén, és talán az enyémen is, méltó lenne megemlékezni dr. Havasi Jánosról. És nyilván azonnal csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, mert azt gondolom, hogy ha valaki, akkor Havasi János megérdemli azt, hogy itt egy szobor és emléktábla, illetve egy közterület elnevezésére kerüljön sor ővele kapcsolatosan. A személyes élményeim ezt különösen megerősítették, hiszen bár nem azt tartja ő, vagy nem azt tartják, hogy az ő főműve a Lánykák az idő lejárt című családregény, vagy családi mű, amiből az Örök tér című fantasztikus film készült, egyébként egy szintén dombóvári díszpolgár Köbli Norbert forgatókönyve alapján, azért abban mégiscsak van valami sorszerűség, hogy ez volt az a mű, amiről mindenki megérzi, vagy döntő többségében az emberek megérzik Havasi János urat, és a személyes érintettségem az pedig a szintén Félix Schwab származásom és a nagyszüleimnek a hasonló, vagy ugyanolyan elhurcoltatása a gulágra. 5 év Szibériában, ahova szerintem mi az odautat se bírtuk volna ki, és utána az, hogy onnan visszatértek, és újra családként tudtak együtt élni, létezni és fejlődni. Én azt gondolom, ez olyan emberek százezreinek állít méltó emléket, akiket egyébként a kommunizmus ideje alatt elfelejtettek volna.